tovább tanulni, és az éneklés mindig hobbinak mindenképpen nagyon jó. De azért meséljetek, jártatok az X-faktorban, milyen élmény volt ez számotokra? Hát ezt így nehéz elmondani, nagyon jó élmény volt, sok emberrel találkoztunk, és végül is sok tapasztalatot is szereztünk. Én arra lennék leginkább kíváncsi az X-faktorból, a Keresztes Ildikóval egyszer találkoztam, de ti közelbe, testközelben voltatok. Tényleg olyan nagyon jók a lábai? Hát, nem válaszolok erre, mert igazából az volt a lényeg, hogy... Eltakarta a pult? Az is. Meg hogy amit mondott ránk, azt igazából nem is értettük, mert... Mit mondott? Mit mondott? Mi volt az ok? Hát a koreográfiánkra kötött belé, és igazából nem értjük, mert már többen is láttak, és senki nem mondta, hogy ennyire rossz lenni, és úgy lepontozta, hogy ez szerintem egy kicsit... Méltatlannak éreztétek, viszont a mai produkciótok nem volt méltatlan. Azért, hát ha tudtok valami jó tanácsa szolgálni azoknak, akik szeretnének eljutni az X-faktorba, mit ajánlotok nekik? Hát mindenképp vegyenek magukon erőt, bátorság kell hozzá, és igazából csak elhatározás kérdése. Tamás után Tamás, te milyen véleményt szeretnél mondani, milyen jó tanácsal látnád el a kis sztárjelölteket? Hát igazából egyetlen egy dologgal, amit mindenkinek én szoktam mondani, hogy higgyünk magunkba, amit még egyszer apukám mondott, úgyhogy én nekem az a legfontosabb, hogy higgyünk magunkba és mindent elérhetünk. És ha már itt vagytok, hogy álltok a hal ételekkel? Hát én személy szerint nem szeretem. Legjobb reklámot hallottuk már. És te Tamás, szereted a hal ételeket? Én mindent szeretem. Jó, ti szoktátok el bográcsban főzni, hiszen a partfürdő túloldalán, és a partfürdőn 100 bográcsban rotyog a halli. Nektek van-e valamilyen különleges recept, amit megosztanátok itt velünk, hogy hát bizony így kell halászlevet főzni? Én nem szoktam főzni, inkább eszem. Tessék megtanulni, hogy kell a szögedi hallét elkészíteni, de hát a hallétel előtt azért ugye ki is kell fogni azt a halat. Horgászni szoktatok el, vagy inkább csak a kukacot lógatjátok? Hát inkább csak a kukacot lógatnánk, hogyha lenne időm. Ha lennének sellő lányok, akkor lógatnánk a kukacot. Oké, nagyon szépen köszönjük még egyszer. Várci Tamás és Kaszab Tamás láthatnák. Na Adri, X-faktor. Keresztes, hogy lábait azért megnézném rajtad. Ja, azt hittem X.